Ez itt a Kaposmenti magazin, köszöntöm nézőinket! Szüreti Fesztivál Dombóváron a bor és a kultúra volt a főszerepben. Hagyományőrző roma napot rendeznek Dombóváron, főzőverseny, ki mit tud, tánc, koncertek várják a résztvevőket. Felújítások, építkezések, megújul Dombóvár. Gunnarason zárult az ünnepi program sorozat, a Fürdő és az Úszó Egyesület is 50. jubileumát ünnepli. Szeptember 9-én a szüreti hangulaté és a boroké volt a főszerep Dombóvár városában. A város legnagyobb borhoz köthető rendezvénye a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dombóvár város önkormányzata és a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ szervezésében valósult meg. Szeptember 9-én a szüreti hangulaté és a boroké volt a főszerep Dombóváron. A város legnagyobb borhoz köthető rendezvénye a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dombóvár város önkormányzata és a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ szervezésében valósult meg. Néhány éve született meg a gondolat a Német Nemzetiségi Önkormányzatban, hogy valamikor szeptember vagy október elején tartsunk egy dombóvári borfesztet. Én nagyon örültem neki, hiszen azt gondolom, hogy ez egy olyan összefogással állt a jöhetett létre, amiből nem maradott még a Dombóvári Kárbarát Egyesület se, a Dombóvári Műfás se, és még néhány civil szervezet is odaállt az ügy mellé. Alapvetően azt gondolom, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak köszönhető ez a mai rendezvény is. Ebből adódóan fellépőknek túlnyomó része a német kulturális körből kerül ki, illetve hagyományozott a csoportok lesznek. Tavaly évben nagy sikert aratott az utcabál, hiszen olyan zenekar sikerült találni, akinek mindenkinek elhúzta a nótáját, és a késő esti órákban azt gondolom már a jókedve is megjön mindenkinek, hiszen a borkóstolás óvatatlanul hozzátartozik a mai eseményhez. A rendezvényt Pintér Szilárd polgármester és Páldi Ede, az Éles Simon Kertbarát Egyesület elnöke nyitották meg. A mi egyesületünk az tavaly ünnepelte az 50. születésnapját, és ami kertészettel kapcsolatos virág, gyümölcs, szőlő, bor, ez mind a mi területünkre tartozik, ezekkel a dolgokkal foglalkozunk, és ilyenkor, amikor van egy ilyen városi rendezvény, akkor ez alkalom arra, hogy a borainkat is megkóstoljuk. Hát ha egyszerűen akarnék fogalmazni, ugye, akkor fehérrel, rozéval és vörös borokkal. Régen itt Dombóváron direkt termőszőlők voltak, de azután, hogy megalakult a Kertbarát Egyesület, egyre jobban térhódítottak a nemesebb szőlőkből készült borok, így az olasz riesling, a chardonnay, a kékfrankos, most már a vörösbe a cabernet borok kezdenek divatossá válni, mint máshol is. Ugye az írsai olivér, amiből már nagyon sokan pálinkát is csinálnak. Hát igyekszünk a teljes szortimenttel foglalkozni. Hát tulajdonképpen itt a szervezésnek a fő intézői, a művelődési ház, az önkormányzat és a német közösség. A mi szerepünk az leginkább abban van, hogy a rendelkezésünkre bocsátott faházba a borainkat kínáljuk azoknak, akik kedvet éreznek a borainkhoz. A kihelyezett faházikókban nem csak a borok, de a helyi kézművesek is helyet kaptak, akik kézműves portékáikat árusították a kilátogató vendégeknek. A késő nyári időjárást jó hangulatban és finom borok mellett élvezhették a rendezvényre látogatók. A Domborfest már hagyományosnak mondható, talán annyi változás van a korábbiakhoz képest, hogy egy picit időben hamarabb került. Ennek az volt az oka, hogy számítottunk a jó időre, és ez a jóslat szerencsére be is következett. Mindig van egy kulturális program része, és természetesen a kulturált borfogyasztásról is szól ez a program. Puskáznom kell, ugyanis változások voltak a programban. Igyekeztünk színesen összeállítani. Most Edwin Meisternek hallhattuk az énekműsorát, aki egyébként Hollandiából költözött Magyarországra, most már 10-12 éve itt lakik, és egész szépen beszél magyarul is. Egyébként ő több hangszeren is tud játszani, most épp az ének tehetségét fitoktatta, hogy mutatta be itt nekünk. Aztán éppen most a megnyitó zajlik ezekben a pillanatokban,
Kert polgármester és Pál Dilde a Kertbarát körelnöke nyitják meg a mai programot. Aztán ezt követően Staudt René fog énekelni a színpadon. Siófokról érkezett a siófoki bordalkör hozzánk. Minden évben egy más bordalkört igyekszünk megkívni, hiszen egy ilyen program elkerülhetetlen egy a bordalok nélkül. Aztán Kaposváról érkezik a Kiskondály zenekar. Ők népzenét játszanak, korábban is sokat voltak itt nálunk. Egy kis népi tánc is a Csíkos Töttösi Német Nemzetiségi Tánccsoport képviseli Csíkos Töttös települést. Aztán következik utána a tombola sorsolás, hiszen aki itt egy-egy deci bort fogyaszt, kap egy deci bor mellé, kap egy tombola szelvényt, és hát egész komoly felajánlások vannak, ez lesz 18 órakor. A Doze együttes, tehát a domovári fúgózenekar játszik Valaska János vezetésével, és utána pedig a Senior Kaposvári Zenekar 19 órától kezdi a fantasztikus koncertjét, utcabáját egészen 23 óráig. A szervezők a Dombovári Művelődési Ház előtti téren fellépőkkel, helyi és meghívott borászokkal, árusokkal, tombolasorsolással és utcabállal is készültek. Több év kihagyás után újból megrendezik a hagyományos Zőróma napot Dombóváron. Az eseményen résztvevők számos izgalmas program és előadás közül választhatnak. Többek között ki mit tud és főzőverseny is szórakoztatja az érdeklődőket. A nap folyamán táncosok és koncertek biztosítják a jó hangulatot. Tradicionális roma napot rendeznek a Dombóvári Vásártéren szeptember 16-án. Az eseményre érkezőket számos izgalmas program várja, egyebek mellett főzőversenyen mérethetik meg magukat a résztvevők, de lesz ki mit tud is, amelyen különleges fődíj várja a legtehetségesebb fellépőt. Ez a program felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt szól, hiszen a gyerekeknek lesz egy kis vidámpark kialakítva, amit nyilván használhatnak egész délután. Remélem, hogy szombat délután is az idő kegyeibe fogad minket, és minél többen látogatják meg ezt a rendezvényt. A rendezvényre több kulturális műsorral is készülnek. Többek között roma kultúráról szóló előadással és táncos fellépésekkel kápráztatják el a közönséget. A kora esti hangulatról Gabi gondoskodik majd, akit a Nagybajomi Fiúk hagyományőrző együttese követ. Az esemény fontosságáról Forgách Sándort, a rendezvény egyik főszervezőjét, a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjét kérdeztük. Elsősorban összefogás, összetartozás miatt, meg hát a kultúrát azt ápolni kell, a hagyományokat. Ugye azért is lesz legfőképpen ez a főzőverseny, meg illetve roma hagyomány őrző ez is, mert általában a lecsós ételeket, pörköltes ételeket a romák nagyon szeretik, nagyon jól is megfőzik, és reméljük, hogy ezzel kapcsolatban jó szájízzel fognak mindenki eltávozni. A szervező hozzátette, az esemény az önkormányzat pénzügyi segítségével jöhet létre. 2 millió forintos költségvetéssel dolgozhatott a roma önkormányzat. Azt gondolom, hogy kellőképpen körüljárták a lehetőséget, és próbálták mindig gazdaságosabban felhasználni ezt az összeget. A rendezvényre több 100 főt várnak a településről és környékéről egyaránt, hogy együtt ünnepeljenek és szórakozzanak egy egész napon át. Épül és szépül Dombóvár az utóbbi években. A városban több felújítás is zajlik, többek között az orvosi rendelőt újítják fel, vízelvezetőt és utakat is építenek. A már folyamatban lévő beruházásokat újak követik, az ipari park infrastruktúrális fejlesztése és a járóbeteg ellátó felújításának munkálatai is hamarosan megkezdődnek. Hamarosan átadják a Szabadság utcai orvosi rendelőt Dombóváron. A második legnagyobb járóbeteg ellátó szakrendelő egy év alatt teljes felújításon esett át. A létesítményben 3 fogorvos, 2 házi orvos, 1 gyermekgyógyász és védőnők dolgoztak eddig, akik október 1-től újból itt folytathatják hivatásukat. Azon, hogy az épület már nagyon rászorult a felújításra. Itt mondanám, hogy tetőtér az alapig minden új lett, de tényleg igazat is mondok, és több mint 300 millió forintból néhány héten belül birtokba vehetik az orvosok újból ezt a rendelőintézetet, és ennél sokkal fontosabb, hogy a gyerkőcök és a felnőttek is. Az orvosi rendelő felújításával párhuzamosan zajlik a főutca csapadékvízelvezető projektje, ami szintén egy nagy léptékű beruházás. A városban több helyen is zajlanak felújítások, többek között a Garay utcában lévő útépítés, és az Ady utcában is elkezdődnek a napokban a munkálatok. Várhatóan októberben indul az ipari park és a zeneiskola felújítása is. Utóbbi még kormányzati elbírálás alatt áll. A kivitelezőben már megkötöttük a szerződést, ugyan feltételes módban, hiszen 100 millió forint meghosszabb összegben forrás hiányunk van, de remélem, hogy ez is pozitív elbírálásban részesül, de azt gondolom, hogy a
türelem rózsát terem, és meg lesz az eredménye, és ebben az évben még elkezdődik és be is fejeződött a zeneiskola felújítása. Örömhír a dombóváriaknak, a Szent Lukács kórház járóbetegszakellátást végző épületének felújítása is. Ebben az egészségügyi komplexumban ugyanis az utóbbi 50 évben nem történt változás. A polgármester megítélése szerint jövő nyárra a teljes épület komplett átalakítása megtörténik, és jövő ilyenkor már mindenki a felújított intézményt veheti igénybe. A polgármester megítélése szerint jövő nyárra a teljes épület komplett átalakítása megtörténik, és jövő ilyenkor már mindenki a felújított intézményt veheti igénybe. A beruházások pályázati forrásokból jöhetnek létre, és várhatóan a most zajló munkák novemberben már elkészülnek, és átadhatják azokat. Barátságos úszóversennyel, fotókiállítással és más színes programokkal várták szeptember elején az érdeklődőket Gunnarason. A rendezvény a Dombovári Spartacus Úszó Egyesület és a fürdő 50. évfordulóját ünneplő programsorozat záró eseménye volt. Minden korosztály együtt frissült a meleg időben. Fél évszázados jubileumokat ünnepeltek Gunnarason. A Dombovári Úszó Egyesület és a fürdő fennállásának 50. évfordulójára emlékeztek. Dombováron az úszás mindig is meghatározó sportágnak számított, így az idei jubileumok alkalmából egy programsorozatot rendeztek, amely az ősz kezdetével zárult. Azt gondolom, hogy az 50-es szám szövi át az egész évünket, hiszen 50 éves Gunnaras és 1973-ban nyitotta meg kapuit a fürdő. Ez a párhuzamosan a városban megalakult a Spartacus Úszó Egyesület, aki szintén 50. évfordulát ünnepli. Tavasszal úgy döntöttünk, hogy egy ünnepi rendezvénysorozatot tartunk Gunnarasban. Ennek az 50 éves rendezvénysorozatnak ma záró napján vagyunk, szeptember 2-án, és megünnepeljük a dombovári úszás 50 éves fennállását. Nagyon remélem, hogy mindenki megtalálja majd a számítását, és ez a sok-sok ember, aki az elmúlt évben dolgozott ebben, akár edzőként, akár technikai dolgozóként, vagy akár sportolóként részt vett, ma minél népes lesz számba részt tud venni az eseményen. Ennek apropója mentén mögöttem látható, hogy egy kiállítás is készül. Ebbe természetesen előkerültek a fekete-fehér képek is, hiszen azt gondolom, hogy az 50 év csak úgy tudunk hitelesen beszámolni, hogyha ezeket az arri dolgokat is elővesszük. Nagyon örülök neki, hogy az előzetes jelzések alapján és az előbbi átlagpont a versenybizottságnál közel 200-an ugranak a medencébe, és mérik fel tudásukat, illetve azt gondolom, hogy nem is versenyről beszélhetünk, hiszen azért jöttünk, hogy egy jamborit tartsunk, érezzék jól magukat, és mindenki a végén kap egy emléklapot is. Dombovár úszósportja, versenyúszósportja idén ünnepli 50. fennállását, és hát úgy gondoltuk, hogy ezen apropóból várjuk szeretettel régi úszóinkat, jelenlegi úszóinkat, családtagjaikat egy kellemesen eltöltött családi napra, ahol minden korosztálynak próbálunk valami programot biztosítani. Az évforduló alkalmából megrendezett programsorozat záró eseményén egy kis fotókiállítással, pódiumbeszélgetésekkel, úszóversennyel és sok más érdekes programmal vártak minden generációt. Mai programban található egy úszóverseny, ahol persze nem vérre megy a küzdelem, inkább ez egy szórakoztató örömúszás a jelentkezőknek, és ahogy látom és tapasztalom, hála Isten, elég szép számban jönnek is az érteglődők. Szerintem egy jól sikerült úszóversenyen leszünk túl. Aztán látható lesz egy kiállítás az elmúlt 50 év fotóanyagából, és a legsikeresebb dombovári úszó sikerek pillanatait lehet rajta megtekinteni. Pódiumbeszélgetésre várunk ismert úszókat, köztük Szene Attila olimpiai bajnokot, Rózsa Norbert dombovári születési olimpiai bajnokot, Halmai Petra olimpikont, illetve Kecskés Andrát, aki egy régi ismert edzője a dombovári úszósportnak. Gyerekprogramokkal is készültünk, arcfestés, kézműveskedés, illetve egy együttes fogja majd szórakoztatni őket a színpadon. Ezen kívül pedig vendégül látjuk a résztvevőket és az ide látogatókat egy-egy szendvicsre, és hát a baráti társaságok összejövetele talán a legfontosabb, rég nem látott ismerősök találkozás. A vendégek között volt Halmai Petra is, aki Dombováról egészen a 2020-as tokiói olimpiáig jutott. A sikerekben gazdag pályafutásának kezdeteiről néhány fotó is árulkodott a kiállításon. Petra arról is beszélt, miért fontos úszni megtanulni. Igazából én dombovári születés vagyok, ugye 8 évig Dombováron kezdtem,
ott tanultam meg úszni, aztán hát a család még mindig itt van, mindig visszalátogatok, és nagyon örülök, hogy most itt lehetünk meg, hogy meg lett szervezve ez a program. Szerintem nagyon örülnék, hogyha nagyon sokan eljönnének, és hát azért jó lenne, hogy az akkoriak, amikor még ott velük úsztam, hogy tök jó lenne 10 év után, 12-5 év után találkozni. Én azt mondom, hogy az úszás az minden sportnak az alapja, meg szerintem az, hogy egy biztonságérzetet ad, akár ugye nagyon sokan elmennek nyaralni, inkább nem mennek be a vízbe, mert félnek a víztől. Szerintem egy jó dolog megtanulni úszni, a vízhez szokni. Hát én igazából tényleg nagyon sok olyan kosarastól elkezdve, focistáig olyanok az úszásnál kezdték. És szerintem ez nagyon fontos. Én is úgy kezdtem, hogy anyukámék szerették volna, hogy csak megtanuljak úszni, és akkor lesz belőle, ami lesz. Több sikeres magyar úszó szülőváros a Dombóvár. A településen mindig is népszerű sportnak számított az úszás. Az eseményen a változatos kiállítások és színpadi programokon kívül természetesen a vízé volt a főszerep. Dombóváron az úszósport népszerű, mindig is népszerű volt, az 50 év rengeteg sikert és jó eredményt hozott, és hála Isten ez mind a mai napig kitart, és jelenleg is egy közel 100 főt foglalkoztató szakosztállyal üzemelünk, ahol kifejezetten sikeres, országosan is elismert utánpótláskorú versenyzőink vannak. Ezen a napon az időjárás igencsak kedvezett a programnak. A Gunarasra látogatók fürdésre alkalmas, napos, meleg időben indították a szeptembert. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!